Üdvözlöm Önöket a Katar 365-ben. A műsorban, amely bepillantást enged Dohába és azon túlra. Miranda Etti vagyok, és ebben az epizódban az autók erejéről lesz szó. Hamarosan megismerkedünk a luxus szuperautók rajongóival, és megtudjuk, hogyan zajlott Katar első Forma 1-es futama. Ez a Qatar Racing Club, amely az ország nemzeti gyorsulási és drift bajnokságát szervezi. A gyorsulás és a drift egyaránt komoly sport. Az autók több mint 500 km/órás sebességet is elérhetnek, és másodpercek alatt áthaladhatnak a célvonalon. És ezek a versenyzők most éppen a nemzeti utcai gyorsulási döntőre készülnek. Nézzük meg! A gyorsulási verseny, amelyben két autó és két versenyző küzd meg egymással, a világ egyik legizgalmasabb motorsportja, és Katarban nagy divat. A szerelők keményen dolgoznak azon, hogy minden egyes nagy teljesítményű autót versenykész állapotba hozzanak, miközben a hivatalos személyek gondoskodnak arról, hogy a körülmények biztonságosak legyenek. A gyorsulási versenyzéshez sok tapasztalatra van szükség. A legtöbbet a biztonság és a versenypálya előkészítése teszi ki. Izgalmasabb, mint bármely más versenyzés. És még én magam is megtapasztalhatom ezt az izgalmat. Hű, ez aztán az adrenalin löket. És bár számomra ez egy fantasztikus utazás volt, az olyan pilóták számára, mint Mr. Atat, ez sokkal többről szól. Rendben, mehetünk még egy kört? A versenyzőknek rengeteg mindenre kell gondolniuk. A tapadás kialakítására, a felfüggesztési trükkökre és arra, hogy elég gyorsan induljanak, hogy elsőként érjenek célba. De úgy tűnik, hogy a technikai képességeken túl a legjobb gyorsulási versenyzőkben van még valami extra is. A drag racing arról szól, hogy megvan vagy nincs. Minden az érzésről szól. Nem lehet valakit idehozni és tanítani, ha nincs meg hozzá az érzéke. Atatéknál a gyorsulási verseny családi vonás. 16 éves koromban kezdtem, amikor bevezették a junior drag racing csapatot a Qatar Racing Clubban. A nővéreimmel mi voltunk az első nők, akik itt Katarban versenyeztek, szóval nagyon izgalmas volt. De a klub nem csak gyorsulási versenyeket rendez. Abdullah Al-Mothasheb a Brothers Sinfo Drift csapatát vezeti. Ő 2016 óta drifter, és rendszeresen versenyez a Qatar Racing Clubban és szerte a régióban. A versenyzőket a vonalvezetési képességük, az autó dőlésszöge, a vezetési finomság és a sebesség alapján ítélik meg. Amikor a volán mögött ülsz, az érzéseidnek 100%-ban az autó minden egyes alkatrészével azonosolniuk kell, tehát érezned kell a gumikat, a motort, a kormánykereket, a váltókart. Abdullahnak van egy autószerelő műhelye is, ahol a versenyek előtt és után javítja az autókat. Katar időjárási viszonyai miatt az autó karbantartása létfontosságú. Volt néhány problémánk az autó túlmelegedésével, szóval ez a legfontosabb pont, amire koncentrálnunk kell, amikor az autót a pályán vezetjük. A gyorsulási és drift versenyek a versenyzők és a nézők számára is olyan izgalmas élményt gyújtanak, mint semmi más. A Forma 1 bejelentette, hogy 10 éves, több futamra szóló megállapodást kötött, amelynek értelmében Katar 2023-tól rendszeresen otthont ad a Forma 1-nek. L'Océal International Circuit 2004 óta ad otthont a MotoGP motoros bajnokságnak. Hogyan alkalmazkodott ahhoz, hogy a versenyautók is legyenek a pályán? Hogy megtudjam, beszéltem Amro Al-Mahaddal, a Katari Motoros és Motorkerékpáros Szövetség ügyvezető igazgatójával. Magát a pályát vagy az elrendezést nem kellett megváltoztatnunk. Csak néhány biztonsági elemet javítottunk, hogy megfeleljen a Nemzetközi Automobil Szövetség előírásainak. És ez sokkal több, mint maga a verseny. Mi mást kínálnak még a rajongóknak? Voltak tehát rajongói zónáink, légi bemutatók, rengeteg tűzijátékot rendeztünk, és ez inkább egy élményt jelentett az emberek számára, mint egy sporteseményt. Ön szerint mi az, ami a Forma 1-et megkülönbözteti a többitől, és ami a világ egyik legizgalmasabb sportágává teszi?
Én inkább nevezném ünneplésnek, mint sportnak. Rengeteg szempont van benne. Azt mondanám, hogy néhány sorozat, ami mostanában jött ki, mint például a Netflixen a Drive to Survive, több emberi érzést mutat a nézőknek, hogy mi történik a színfalak mögött. A múltban az emberek csak a pályán zajló versenyeket látták, és csak az autókat vezető versenyzőkhöz kapcsolódtak. Úgyhogy azt mondanám, hogy a motorsportot vagy a Forma 1-et most már jobban ünneplik, mint csupán egy sportot vagy a versenypályán versenyző autókat. Ön reméli, hogy a Katari Gokart Akadémiával inspirálhatja a következő generációt? Mesélne erről egy kicsit? Mielőtt megállapodtunk a Forma 1-jel a Katari futam megrendezéséről, a motorsport gyökereit vizsgáltuk. Azt, hogy miként tudjuk a következő Nasser al-Attiyát a figyelem középpontjába emelni. Elindítottunk egy új ágat, a Gokart Akadémiát, és most sok fiatal rajongót gyűjtünk össze, hogy felépítsük őket, vagy kijelöljük számukra az utat, hogy a jövőben profi autóversenyzőkké váljanak. A Ferrari-tól a McLarenig az utcákon közlekedő ritka szuperautók látványa igazi látványosságá vált itt Dohában. De mi mozgatja a luxusautók gyűjtésének szenvedélyét? Scheherazade Gafor elmeséli a történetet. Egy elitklub, amely az ilyen különleges események részese, a piacon kapható leggyorsabb modellekkel. Beszéltünk-e a Lamborghini rajongóval, Mohamed al-Kubashival, hogy többet megtudjunk. Mohamed elmeséli, mi van ez alatt? Ez egy 89-es Lamborghini Countach. Ez az egyik legritkább autó Dohában. Gyerekkoromban imádtam az autókat. Szeretem a Lamborghinit, a Ferrarit, szóval ez a szenvedélyem, a hobbim. Ezért egy klubot alapítottam Dohában 2014-ben, az Elite Supercars-t. Ő csak egy a sok autórajongó közül az országban, akinek hobbija a ritka és exotikus szuperautók gyűjtése, mint például ez, egy Lamborghini Aventador SV. Most pedig menjünk és ismerkedjünk meg a többi gyűjtővel. A 2022-es Ferrari SF90 Stradale vezetőjét meggyőzte a technológiai fejlesztések, az áramvonalas hibrid modell, amelyet egy ikerturbos V8-as motor és három villanymotor hajt. Az első szuperautóm egy BMW M5 volt. Éreztem, hogy erős autót vezetek, szeretem hallani a motorhangot. Arra gondoltunk, hogy elmegyünk Európába, Amerikába, Ázsiába, beutazzuk a világot, tudja, körbeutazzuk a világot. És hamarosan még több ilyen sportkocsi kerül az aszfaltra. Mostantól mi vagyunk a McLaren hivatalos kiskereskedője Dohában. Mostantól jelen vagyunk a Katari piacon. Sokat léptünk előre. És ez nem csak az autóvásárlóknak vagy az autó tulajdonosoknak szól. Valójában sokkal többről van szó. Rengeteg dizájnelem van az autókban, sok érdekes mérnöki munka. És mindig nagyszerű ezt megosztani az emberekkel. És nem csak a tulajdonosoknak. Egyértelmű, hogy ezek a szágódó szuperautók a lelkes rajongóknak is örömet okoznak, akik arról álmodoznak, hogy egy nap maguk is birtokolhatnak egy ilyet. Az autók mindig is jelentős részét képezték Katar kultúrájának, a 60-as és 70-es évek amerikai izomautók iránti szeretetétől kezdve, az alacsonyabb károsanyag kibocsátás és a biztonsági előírások tudatosítása felé való elmozdulásig, az autóipar fejlődése sokat mondó. És van néhány hely, amely igazi utazást kínál az emlékek útján, és betekintést nyújt az autókba és magába Katarba. Ebben a múzeumban több mint 600 autó található. A legkorábbi motorizált járművektől, mint ez az 1900-as Benz Ideál, a kor legdrágább járművéig. A múzeumban tett séta igazi történelemlecke. Az autók szimbolizálják az emberi leleményességet. Akik az autót gyártják, kitalálják, mit tegyenek, hogy lerövidítsék a távolságokat a helyek és az emberek között, és ami a legfontosabb, hogy hidat teremtsenek a civilizációk között. Ezt a Chryslert különleges biztonsági felszerelésekkel látták el, hogy Katar negyedik uralkodójának járműve lehessen. Ez a Dodge Power Wagon pedig gyakori vadászjármű volt az 1940-es években.
aztán ott vannak azok az autók, amelyek egy sokkal közelebbi múltba engednek betekintést. Az autó Katarban a rugalmasság szimbólumává vált. Tudjuk, hogy Katart 2017-ben sújtotta a blokád, és a múzeum úgy döntött, hogy mindenkinek lehetővé teszi, hogy aláírja ezt az autót. És ezek a klasszikusok sok más gyűjtőt is inspirálnak, mint például Essa Nasser Al-Kabi, aki ezt a butik múzeumot a családja 100 éves farmján építette. Néha édesapám 1991-ben vette nekem ezt az autót, amikor még nagyon fiatal voltam. Évekkel ezelőtt eladtam aztán ezt az autót, de aztán később újra megvettem, amikor szerencsére némi keresgélés után rátaláltam. Akkor még nem is tudtam, hogy milyen ritka, makulátlan és működőképes Range Rover. Még külföldiként is láthatja, hogy a történelmünk sokat jelent számunkra, és ha ránéz ezekre az autókra, az mindig felidéz egy kis történelmet. Ezekben a múzeumokban egy évszázadot áthidaló, a múltból származó régi járművek, valamint egyedi, személyre szabott modellek találhatók, és minden autónak van mondani valója, a technológiai fejlődéstől a biztonságon át a formatervezésig. Nagyon sokat tanultunk a katari autószcénáról, az elhivatottságtól és a kemény munkától kezdve, a gyorsulási és drift bajnokká váláson át, egészen a szenvedélyig, amely az autós kultúra életben tartása mögött rejlik az új generációk számára. Ennyi időnk volt erre az epizódra, de ha bármilyen kérdése van, keressen minket a Qatar365 hashtagen keresztül, kövessenek az euronews.com-on, és csatlakozzanak hozzánk legközelebb is a Qatar365-ben.